Népviseletek rekonstruálásával foglalkozunk már lassan 20 éve, de nem csak népviseletekkel foglalkozunk, ahogy az idő telt és múlt, a vállalkozásunk odaért, hogy most már nem elég csak népviseletekkel foglalkozni, hanem párhuzamosan foglalkozunk 19. századi díszruhák, díszmagyarok rekonstruálásával, elkészítésével és iparművészeti termékeknek a gyártásával, amit kézműves kiállításokon értékesítünk. Ez a háta. Mindig meg szoktuk jegyezni a visszáját, mert az anyagnak a visszája is színes. Mindig a színe kell legyen a kéztermékén kívül. Most rajzolom a mellénynek az elejét. Mikor felrajzoltam, berajzolom a szűkítővarrást is. Ez azt jelenti, hogy amikor elvarrom, akkor azáltal jobban oda fog állni az embernek a testalkatához. Ez a kisebb rész, ez pedig nem látszik, ez a mellény belsejében van. A szakmával úgy találkoztam, hogy ugye édesapám már szabóságot tanult fiatalkorában, és én amikor már kicsi voltam, ő már ebben dolgozott. Úgyhogy ezt láttam, mikor nőttem fel. Én is, hogyha lesz egy fiam vagy egy lányom, akkor arra fogom ösztönözni, hogy ezt a szép szakmát ne hagyja elveszni. Mert ezek olyan értékek, hogy ennek meg kell maradnia, mert attól vagyunk mi székelyek, hogy van egy viseletünk, van egy néptáncunk, van egy tárgyi kultúránk, de hogyha ezek mind eltűnnek, akkor mitől leszünk mi külön, mint más népcsoport. Most szabom ki a mellényeket, amit ezután előkészítünk zsinórozásra, mert a szabás után a zsinórozás következik. Az fontos tudni, hogy ebben a műhelyben csak minőségi anyagokból dolgozunk, gyapjú alapanyagú és pamutvászon alapanyagokból. Műszálas anyagokat nem dolgozunk fel, mivel népi ruhadarabokat rekonstruálunk és népi ruhadarabokkal foglalkozunk, azért nem szabad megengedni a műszálas anyagok jelenlétét a termékeken. Szabásnál fontos, hogy kövessük a szabásvonalakat, mert egy milliméter eltérés is már a kézterméknek az elcsorbulását jelentheti. Hát, hogyha az elérő kezdjük, akkor férfi szabóságot tanultam, rendelt szabóságot. Udvarhelyén, 89-ben, az már nagyon régen volt. Átugorjuk 2000-ig az éveket, akkor jött a változás, amikor viseleteket kezdtünk készíteni, az volt a fordulópont, mert a 2000-es évekre már elindult az a folyamat, hogy külföldről hoznak be minden, tehát felgyorsított varrodákba készített ruhákat, amivel nem lehetett a versenyt felvenni, és akkor gondoltam ezt a dolgot, hogy olyan kellene valamit készítsünk, ami nem készül nagyba. És ebből jött az ötlet, hogy készítsünk viseleteket. Ez például egy mellény, ami ki van szabva, be van keménységgel préselve, és most leigazítom. Ugye a két első fele, ami tökéletesen egyforma kell legyen. És most kirajzolom a zsinórzásnak a nyomvonalát, ahol a zsinór feljön. Már sok gyakorlat után szemre megy a vízszintes vonalhúzása. Ezek a méretek, amit most mérek, ez az évek során kialakul. Melyik mellényre hány centi szélességet mérek. Hát a székelyre a készítés, hogyha hagyományos székelyre arról beszélünk, akkor semmit sem változott. Mert ugyanolyan hasonló cérnából az matringba érkezik, azt le kell csörölni, meg kell vetni, utána az osztovát ugyanolyan, mint régen, esetleg egy kicsit modernebb, de ugyanolyan az osztovát, a kézzel kell szőni, a folyamatok ugyanazok, székelyruha készítése, ami régen kézzel készült, a most is kézzel készül minden rajta. A technológia a székelyruha készítésben semmit nem változott. Na így néz ki, hogyha kirajzolunk egy mellénynek az eleje a zsinórzás előtt.
és a többi szemmérték. Most oda visszük Martahoz, és megmutatja, hogy egy zsinórt hogy vonra. Díszmagyar, ez egy Attila és ez egy Bocskai. A díszmagyarnak és az Attilának különböző szabásom, ez derékbálva van vágva, egy kicsit csákúra van az eleje vágva. Régen azért volt úgy, hogy egy kicsit olyan katonás volt, olyan húszáros, azért volt ilyen a szabása. A Bocskai viszont másképp van szabva, annak így van elvágva lefele az eleje. A zsinór is három különböző zsinór. Ez egy kicsit sűrűbb, ezek viszont passzományok, ami kézzel készült, tehát előre elkészített passzományok, amiket kész állapotban varrunk rá, ez viszont méter zsinórból van, ami úgy a gép alatt kerül rá a kabátokra. Tehát így készülnek a kabátok, ez az első folyamat, szabás után a zsinórzás. Most jön aztán mindegyikben a zsebezés, utána jön a bélés, és úgy állítjuk össze. Az anyagok pedig azok, hogy hogy kerülnek ide, hát ez elég sokszínű, mert a posztó az kovásznáról, a vászon a székelyruhákhoz, amiből készül az ing, és a kötény az Szentgyörgyről, a gyárból, a textilgyárból. Szatmári csipkét használunk, ami egy nagyon jó minőségű csipke. Mi fiatalok, nem csak a szabóságról beszélek, hanem teszem fel akármilyen szakmáról. Nem állunk oda a szülők mellé, és nem visszük tovább ezeket a szakmákat, akkor egy 50 év múlva azon kapjuk magunkat, hogy nincsen hagyományos székelyviseletünk, teszem fel, hagyományos székelyfaragot kapunk. Ezek mind a globalizációval el fognak tűnni, hogyha nem marad meg, mint szakma. Maga az alap, hogy kézzel szőjük az anyagot, az most is megvan nálunk, tehát szövőszéken készül az anyag, mint régen, kézzel vetnek, csőlnek, befogják a bordába a szálakat, pont úgy, ahogy régen. A lényeg az, hogy egy picit gyorsabb ezekkel a gyorsvarrógépekkel, ami varrás. Nincs olyan, hogy most én kitalálok egy motívumot, és azt beviszem a viseletbe, hanem amikor népi ruhadarabról van szó, akkor a szabályok szerint kell elkészüljön, mint régen. Tehát azok akkor is úgy alakultak ki, hogy a faluban az emberek, ahogy kialakították, úgy ment tovább generációról generációra. Megmutatom, hogy próbálunk egy kabátot. Ez az első próba. Megteszik a válpárnákot, hogy lehessen a karültőt normálisan kirajzolni. Megrajzolom a nyakkört, ahol jön a gallér. Ez a
főleg az aranytalan testeknél kell kötelezően a két próba. Ezt tudni kell, hogy egy bocskai kabát teljesen testre szabott. Tehát ezek a viseletek tartást adnak az embernek, nem kényelemre megy. Szabad bő legyen, testre szabott. Ez például egy bocskai kabát, ami hagyományos posztőből készül, kézzel horgolt zsinór van rajta. Ez egyik legelterjedtebb használható kabát Erdélybe. 11. székely húszár, ez a tiszti ruhája, ami dolmány mente, nadrág nincs most itt. Ez egyik legmunkásabb munkadarab. 130 méter zsinór van rajta, és 200 darab gomb. Segítséggel egy hetet dolgozunk rajta, én személyesen. És teljesen hagyományok szerint eredeti formában van elkészítve. Báránybőrrel, gyapjuszövetből, és négyszög zsinór van rajta. Szatmári viselet, szilajcsági viselet, mindenre volt már megkeresés, úgyhogy ez egy olyan, mint egy nagy kaland ez az egész, hogy jönnek, mi megnézzük, megcsináljuk a szabásmintát, az anyagot, és aztán jön a kész ruha, amit a végén látunk, de a legnagyobb dolog az, amikor látjuk a kuncsafton az elégedettséget. Az ember panaszkodik, mikor túl sok van, és egy kicsit a felfőtt összecsap a víz, de mondok csak egy példát mondok, ami nem is nehéz elkészíteni, csak egy székeinkről van szó. Amikor Budapesten voltunk a mesterségek ünnepén, és abban nagy tömegből egy hölgy felemelte az inget megvétel után egy pár órával, és odaszólott, hogy maguké a legszebb ing az egész varba, akkor ezek az elégtételek, szerintem. Pedig csak egy ingről volt szó. Nincsen, nem egy bocskai kabát, amit nagyon nehéz elkészíteni, napokot dolgozunk rajta, persze az egy más dolog, de csak egy példát mondtam, hogy az ink, csak egy ink, és ez mindent megér.